Augusztus 20 a nemzetalapításnak az ünnepe, és jó érzés olyan gazdákkal együtt ünnepelni az államalapítás ünnepén, az új kenyér ünnepén, akik sokat tesztek azért és tettek, hogy itt Keresztúr térségben ezek az értékes területek, földek meg legyenek művelve, adjanak kenyeret, adjanak lehetőséget, adjanak jövőképet a fiataljainknak. Köszönet a munkásságukért, köszönet az összefogásért. Az az én kérésem a gazdáknak, a termelőknek, a mezőgazdaságban dolgozóknak a tevékenységét ki hogy tudja segítse. De néha, hogyha megveszik a terményt, megvásároljuk a húst, vagy a tejet, vagy a sajtot, mind-mind-mind olyan lépés, amely egyrészt abban segíthet, hogy ők megtartsák ezt a foglalkozást, jövedelmező legyen számukra, a gyerekeik, a rokonság, a fiatalság számára nyújtsanak egy lehetőséget, megélhetési formát, és mi magunk pedig fogyasszunk egészséges táplálékot. Szent Ábrahámon vagyunk, 15 millió búza szemből a magyar kenyér elkészüléséhez most tesszük mi is hozzá Székelykeresztúr és vidéke a mi kis részünket. Mi most 10 000 búzaszemet hoztunk, megszámolva, felzsákozva a Székelykeresztúr és a Csató települések gazdái részéről. Nekem mindenképp a búzaszem úgy, ahogy a Bibliában, vagy úgy, ahogy bizonyos költők verseiben az életet jelenti, az összetartozás szimbolizálja. És én megköszönöm a keresztúri, betfalvi és fiatfalvi gazdáknak az adományukat. Jó helyre került, akkor is, ha szimbolikus, és még egyszer ezáltal megerősítettük a magyar nemzethez való tartozásunkat. Szinte azt lehetne mondani, hogy az élet körforgásának kihagyhatatlan részei a gazdák. Becsüljük őket augusztus 20-án, az új kenyér ünnepén, amikor itt ugye a búza összeöntésnek is az ünnepségére sor került, őket ünnepeljük, és azokat, akik az ő munkájukat segítik.